Fél kilenckor Dursley úr felkapta a petáskáját, és csókot nyomott neje orcájára. A kis Dudleynak is megpróbált egy búcsúpuszit adni, de elvétette, mert fia épp hisztiorralmat kapott, és a falat terítette be tejbe papírral. Te kis csibész, te! Kuncogott Dursley úr, és kilépett a házból. Beült a kocsijába, és a felhajtóról a Privet Drive-ra hátrált. A sarokra érve történt vele az első szokatlan dolog. Megpillantott egy térképet böngésző macskát. Egy másodpercig fel sem fogta, mit látott, nem hajtott a jelenség mellett, hanem azután kereken nyílt szemekkel visszafordult. A Privet Drive sarkán valóban ott ült egy nőstény macska, de a térképnek már nyoma sem volt. Hát persze, biztosan káprázott a szemem. Pislokova mellett a macskára, és az visszanézett rá. Miközben kifordult a főútra, a visszafillantó tükörben figyelte az állatot. A macska most az utcatáblát olvasta. Nem olvasta, csak nézte. A macskák nem olvasnak se térképet, se táblákat. Dursley úr megrázta magát, és száműzte fejéből a macskát. Úton a város felé már nem is járt más az eszében, csak az a sok-sok fúró, amit aznap eladni remélt. Mikor azonban a város határába ért, átmenetileg ismét kénytelen volt megfeledkezni szeretett fúróiról. A szokásos reggeli dugóban, arra szólva, nem kerülhették el a figyelmét az utcákon lézengő, különös ruhába öltözött, egészen pontosan talláros emberek. Dursley úr ki nem állhatta a feltűnősködést, hogy a fiatalok is micsoda maskarában képesek járni. Biztosan ez a legújabb őrő divat, gondolta, és ujjaival türelmetlenül dobolt a kormánykeréken. Tekintete a tallárosok egy csoportjára tévedt. A társaság a járdán ácsorgott, nem messze tőle, és izgatott sugdolózáson mélyent. Dursley úr megütközve látta, hogy egyik másik talláros még csak nem is fiatal, hisz az a férfi ott még nála is öregebb, mégis maragzöld palásban pirít, hogy nem sül le a bőr a képéről. Egy darabig így fortyogott magában, aztán felötlött benne, hogy a maskarás emberek talán szánt szándékkal keresik a feltűnést. Biztosan adományokat gyűjtenek valamire. Igen, ez lehet a dolog nyitja. Ekkor megoldult a kocsilókoztó, és Dursley úrnak néhány perce később, mikor megérkezett a Grandness parkolójába, már ismét csak a fúrókon járt az eszel. A 9. emeleti igazgatói irodában Dursley úr széke az ablaknak hátalált. Szerencsére, mert másképpen nem igen tudott volna aznap délőtt a fúrókra összpontosítani. Így ugyanis nem látta fényes nappal ide-oda repteső baglyokat. Ellentétben az utcai járókelőkkel, akik tátott szájjal, mutogatva bámulták a fejük fölött elsolnó madarakat.